azt látjuk, hogy ez a 43 képviselő, ez még kevéske, és ezért szeretnénk egy tömegtüntetést szervezni szeptemberre. Nem a politikai szándék vezérli a ligetvédőket. Mi aggódunk a természetes környezetért, a tiszta levegőért, aggódunk a kultúráért is. Miért kell a ligetet egy az egybe átadni a térkőnek, a vendéglőknek, a buli, miért kell ebből egy buli negyedet csinálni? Azt szeretnénk, hogyha nem olyan szintű dolgokról kellene beszélnünk, hogy megdöglenek a kacsák a Városligeti tóban, vagy az aszbesztes sittet a Fóti erdőben teszik le. Egy-egy családnak ma Magyarországon ez 200 ezer forintjába fog kerülni, hogy Orbán Viktor felköltözik a várba, és a múzeumokat elköltöztetik. És lerombolják a vár negyednek az egész kulturális részét, és lerombolják a turisztikai részét is. Nagyon sokfélék vagyunk, sokféle dolog fontos számunkra, de abban egyetértünk, hogy a legeslegalapvetőbb szabadságjogokért ki kell állnunk közösen. A mai nap az LMP fáklyás felvonulást szervez, ezt mennyiben támogatjátok? Azokat a pártokat, akik alapvetően szeretnék a Városliget ígyét előre vinni, hogy ne építsék be a Városligetet, azokat alapvetően szerintünk támogatni érdemes.